Ezeken a felvételeken még csak az előkészületeket láthatjuk. Itt pedig már kipakolták az adományokat a Dénes-Majori közösségi ház előtti asztalokra. Pünkösd, illetve gyermeknap alkalmából ugyanis a járványügyi előírásokat betartva nyújtottak segítséget a városrészen élőknek. Akkor az első hölgyet megkérném szépen, akkor ugye távolságot tartva betartjuk a szabályokat, parancsolj ide, és már is kezdjük meg az osztást. Az eseményre a Gyula konyha 50 adag melegételt is adományozott, melyet háztartásonként egyszerre egy ember vehetett át. Ők családtagjaiknak, rokonaiknak is vihettek ezekből, illetve a felajánlott tárgyakból. Nagyon örülök, hogy Éva nénye segít a dénesi lakosokon, mert itt általában vannak szegény, akik szociális szorult helyzetben élnek, mint például én is kicsi pénzből élek, és mindig részt veszek, mikor kijön Mikus Éva nénye Dénes-Majorba valamit rendezni, akár a ruhaválogatáson, akár ilyen édességosztás, vagy ruhaválogatás, mindenben részt veszek. A hétvégi eseményen nem csak a felnőttekre gondoltak, hiszen gyermeknap alkalmából játékokkal, tanszerekkel és csokoládéval vártak kicsiket és nagyokat. És vigyázzat, hogy az ételhez ne kerüljön, de azért a csokoládéból is menjen egy kicsi, jó? A koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében Bagosi Sándor, a Digbild ügyvezetője professzionális tisztítószereket, valamint az ezek biztonságos használatához szükséges útmutatókat küldött a Dénes-Majorban élőknek. Az a 200 ember, vagy az a 160 ember, aki itt lakik, gyermekekkel együtt, minden alkalommal azért, ha lehet, egy évben egyszer, kétszer, háromszor is kilátogatok. És akkor kapnak ruhaadományokat, nagyon szépeket, ők várják is, de hát az majd később kerül sor, azt most nem lehet. Valamint ha édesség, gyermekeknek iskolaszerek, tanszerek, beiskolázáshoz, nagyon sokat kaptak szeptemberben is a gyerekek. Ugyan a farsangi étel és ruhaosztás elmaradt, de a szervezők remélik, hogy az iskola kezdés előtt lehetőségük nyílik majd arra, hogy a Dénes-Majorban élő diákokat tanszerekkel és ruhákkal segítsék.